Folyamatosan viszik a papírhulladékot a Nyíregyházi hulladékudvarba. Sokan gyűjtik szelektíven a szemetet a megye székhelyen, de nem elegen. Erről beszélt az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője 35 perc című műsorunkban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelen pillanatban a vegyesen összegyűjtött, tehát ez a szürke kuka, amit vegyesen mindenki kivisz a háztartásából, durván olyan 120 ezer tonna hulladék keletkezik egy év során. Ez így kimondva nem olyan nagy, de ez gyakorlatilag 120 ezer darab személykocsinak a súlya, annyi keletkezik. Ezzel szemben, ami szelektív hulladék, az körülbelül olyan 12 ezer tonna, tehát durván azt mondhatjuk, hogy 10% a szelektív hulladék aránya. Ezt a jövőben mindenképpen még nem is azt, hogy ajánlott, hanem szükséges lesz magasabbra emelni ezt az arányt. Tehát, hogy minél több hulladékot igyekezzünk szelektíven begyűjteni. Annak érdekében, hogy növelni tudják a szelektíven gyűjtött hulladék arányát, több fejlesztést is terveznek a megyében. Nyíregyházan egy modern válogatóüzem épül, Mátészalkán pedig egy új hulladékudvar nyílt. Én úgy gondolom, hogy a szelektív gyűjtéshez igyekszünk a infrastruktúrát és a lehetőséget megteremteni. Első lépés volt, hogy minden a megyében jóformán minden családi házat a társulás közreműködésével 240 literes szelektív hulladékgyűjtő edénnyel tudtunk ellátni. Továbbá ez jelenleg is fennáll a társasházaknak ez a lehetőség, hogy ők is kaphatnak, ingyen is használhatnak ilyen szelektív hulladékgyűjtő edényt. Ahogy ezek az edények kihelyezésre kerültek, a szelektív hulladék mennyisége folyamatosan nő, de a mi válogató kapacitásunk jelenleg erre a 10, maximum 15 ezer tonnára képes. Éppen ezért a társulás egy KEHOP pályázat keretében állami és EU-s támogatásból bővíti ezt a válogató gépsort. A legmodernebb optikai válogatókkal kerül majd felszerelésre a hulladékválogató gépsor, és ezzel a jelenleginek többszörösét tudjuk majd, a jelenlegi hulladékmennyiségnek többszörösét tudjuk anyagfajtánként szétválogatni. A hulladékudvarokat a két ünnep között is igénybe vehetik a lakosok, általában reggel 7 és dél között vannak nyitva. De részletes tájékoztatást a társaság honlapján, az eakhulladék.hu oldalon találnak az érdeklődők.